Olyan pályát kell választani, vagy választanak ugye a szülő, a nevelő a gyerekkel együtt, ami a gyerek képességének megfelelő, és a gyerek szereti. Tehát legyen az szakmunkás képző, legyen az felsőfokú intézmény. És ne csak azért válasszanak olyan iskolát, intézményt, hogy csak egy oklevél legyen, vagy egy bizonyítvány legyen, vagy egy felsőfokú végzettség legyen, hanem szeressék azt, amit választottak, örömmel, hivatástudatnak kell, hogy váljon. A fiatalok főleg ne álljanak meg egy szakmánál, vagy egy diplománál, mondjuk, hanem igyekezzenek tovább képezni magukat, több lábon állni, mert sose lehet tudni, a világ változik, és vele együtt változnia kell az embernek, hogyha lépést akar tartani a világ fejlődésével. És most hallottam egy riportot valamelyik, ami nagyon tetszett, hogy az egyik operaénekes most elment mozdonyvezetőnek, mert az is szakmája. Tehát nem bűn, sőt, nagyon jó dolog, akár ilyen ellentétes szakmákat is megtanulni. Szóval az a lényeg, hogy mindenki azt a munkát csinálja, vagy válassza és tanulja meg, amihez kedve, tehetsége van, és azt örömmel végezze. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.